permakultúra, mint olyan nem újdonság, hiszen még a 60-as években fejlesztették ki, mégis hozzánk csak az utóbbi években kezdett el beszivárogni, legalábbis szélesebb körben. Ugye itt a kertévén is sokat beszélek a permakultúráról, sőt, bizonyos szempontból az én kertemben is elég sok permakultúrás módszert alkalmazok. Én magam is elvégeztem egyébként egy permakultúrás tervező tanfolyamat, szóval nagyon-nagyon szeretem a permakultúrát, szerintem egy tökéletes módszer arra, ami a jövőnk kulcsa, hogy a természetes szövetségben tudjunk létezni, mind a kiskertben, mind a mezőgazdaságban, és úgy általában a társadalomban. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy titeket is megismertesselek ezzel a csodálatos módszerrel, és minél többen alkalmazzátok a permakultúra rendszerét, hiszen nektek is jó, meg a természetnek is jó, és ezért is szoktam ellátogatni időközönként permakultúrás kertekbe, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan néz ki egy permakultúrás kert, hiszen van egy csomó mindenféle tévhit ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most is el szeretnélek vinni benneteket Harka László kertjére, Pátyra, aki már néhány éve permakultúrás módszerrel műveli a kertjét, rengeteg zöldséget, konyhakerti növényt termeszt, meg úgy általában az egész szemlélete is nagyon dicséretes. Szerencsére azt gondolom, hogy most már egyre kevesebb olyan ember van, aki nem hallott a permakultúráról, mert tényleg nagyon sok helyen beszélnek róla, ami szuper, mert hogy mind a ketten nagy szerelmesei vagyunk ennek az irányzatnak, de azért még biztos vannak emberek, akik úgy nincsenek meggyőzve felől, és mindenféle fenntartásaik vannak, meg előítéleteik ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ja, hát az biztos csak, aki nem akarja rendbe tartani a kertjét, az elnevezi permakultúrásnak, és ezért nagyon fontosak az olyan kertek, mint a tiéd is, Laci, ahol most vagyunk, mert ide el lehet jönni, és meg lehet nézni az életben, hogy na, hát kérem szépen, így néz ki egy permakultúrás kert, itt igenis működnek a dolgok, nőnek a növények, szépek, egészségesek, úgyhogy te semmilyen permetszert nem használsz, és permakultúrás módon hozod létre ezt az egészet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy meghívtál ide magadhoz, és szeretnék gratulálni hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Mert tényleg gyönyörű szép, úgyhogy szerintem járjuk is körbe a kertet, mutassuk meg a nézőknek, hogyha esetleg van még egy-két szkeptikus, akkor őket is meg tudjuk győzni, hogy egy ilyen kert, ami lehet, hogy első ránézésre nem az az élére vasalt kert, az igenis embernek, természetnek, mindennek sokkal-sokkal jobb. Az egész telek az 547 négyzetméter, 2012-ben költöztünk ide, azóta művelem. Ez a kis veteményes rész, ami itt van, az olyan 200 négyzetméter körül, plusz még van egy ilyen pihenőkert, ami hát szerintem egy olyan 100 négyzetméter, és a többi az előkert, meg van egy hátsó kert az északi oldalon, ott a komposztáló helye, az ágdarálék helye, amik ilyen szükségesek a kertnek a fenntartásához. Én elvégeztem a kertészmérnöki egyetemet, később biokertészkedni kezdtem ezen a területen, és 2018-ban elvégeztem egy PDC-t, permakultúra tervezői képzést, és azóta alakítottam át a kertet permakultúrás módon. Azt gondoltam, hogy a permetszerekkel, a talaj rombolással nem szabad tovább foglalkozni az embereknek, hanem át kell állni valami másik rendszerbe, másik gondolkodásmódba, amivel meg tudjuk védeni a földet, és belül magunkat is. Szeretnénk, ha tényleg a lusta kertészek módszerelne a permakultúra, de azért munka van vele elég sok. A legtöbb munka az egynyári növényekkel van, ugye, amiket nagyon szeretünk, a paradicsom, paprika és egyebek, de a permakultúra akkor jár majd kevesebb munkával, hogyha minél több év előtt tudunk behozni. Sajnos a gyöldségek terén kevés, de azért vannak erre próbálkozások. Én is próbálkozom olyan évelőkkel, amik beválhatnak. Itt például éppen egy évelős pelót előtt állunk. Vannak olyan fajták, amiket érdemes lenne behozni akár külföldről is, ezek sokkal kevesebb munkát adnak. Én Gyula Ivántól tanultam azt a mondást, hogy a káosz az igazi rend. Ez nem lehetséges, hogy mindent lenyírunk, nem tűrjük meg a gazokat, idézőjeles gazokat, ugye a gyomokat, mert a gyomoknak is mindennek megvan a maga szerepe. Ha valamit kiveszünk a rendszerből, akkor az hiányozni fog. 2015 óta itt nem ások, nem kapálok, hanem ilyen emeltágyásokat készítettem, és folyamatosan egy 5-10 centis komposztot rakok a tetejére évente, hogy akár bele tudom nyomni a kezemet így, a fél kezemet akár bele tudom tenni. Ez semmi más, az eredeti talaj, plusz a komposzt. Semmilyen permetszert nem használnak, még biokertészetben használt szereket sem. Én is, amikor látok valami problémát, akkor nagyon-nagyon elgondolkodok rajta, hogy most tegyek-e valamit, vagy sem.
de miután tudom, hogy nem csak egy dologba avatkozok benne, hanem az egész rendszerbe beleavatkozok, innentől kezdve, ha lepermetezem a tetveket, akkor tudom, hogy úgysem tudom az összes tetvet megölni, ugye, hanem van néhány olyan, amelyik túléli, és utána ismételten és még jobban elkezdenek szaporodni. Miket termesztesz egyébként itt ezen a körülbelül 500 négyzetméteren? Ugye a szokásos zöldségnövényeket, a szokásos gyümölcsöket is, de ezeken kívül egy csomó különleges növények is vannak. Például ahol állsz, az egy chia növény. Próbaként elvetettem a magjait, de vannak olyan növények is, például mint ez a citromnád. Tavaly vetettem kamillát, ami gyönyörűen újra vetette magát. Most például a bogyós gyümölcsök azok a idén a nagy siker, ami biztos, az a paradicsom, paprika, a cukkini, a tökök, mindig más. Látom, hogy sepegtető öntözést használsz. Miért nem kézzel öntözöl? Két oka van, egyrészt víztakarékos is, és időtakarékos is. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen időzített öntözőberendezés, az rengeteg időt megtakarít. Takarékos, mert ugye csak oda kerül a nedvesség, ahova szükséges. Nagyon egyszerű kiépíteni is, ezt gyakorlatilag én építettem ki. Megtervezték ezt nekem külön, megtanultam YouTube és egyéb helyekről, hogy ezt hogyan kell összeállítani. Esővizet is használok, illetve a kútból is tudok vizet szivattyúzni bele. Most például éppen kevés a víz a kútban, akkor kénytelen vagyok csapvizet is használni. Az öntözés az csak a legnagyobb melegekben megy, egyébként meg hetente néhányszor, amikor öntözésre van szükség. Nagyon sokan félnek a permakultúrától, hogy ugye nem lesz termés, vagy mi lesz a kártevőkkel, hogyan fogja ezt kilakítani. Most már Magyarországon is vannak tanfolyamok. Alapkertészeti ismeretek mindenképpen kellenek hozzá, és elolvasni néhány könyvet. Szeretnénk, hogyha helyreállítanánk az elrontott környezetünket, és a permakultúra pontosan erre alkalmas. Az én kertelem is bizonyíték arra, hogy nem kell félni a permakultúrától, mert itt van a termés, soha egyszer nem volt permetezve, meg kell találni azokat a fajokat, fajtákat, amelyek ellenállóak. Az, hogy nem permetezünk, az nem hátrány, csak akkor hátrány, hogyha olyan érzékeny fajokkal dolgozunk, akkor azokkal nem lehet itt a permakultúrában dolgozni. A védekezés kezdete az a talajművelés, mert erős növény csak megfelelő talajban fog nőni, és a talajt is ő fogja visszatáplálni, tehát ez egy ilyen kör, ami a növényt erőssé teszi. Hát még egyszer szeretnék gratulálni neked, nagyon, nagyon klassz. Én nekem nagyon-nagyon tetszik ez a kert, annyira jó hangulata van, tehát hogy az ember úgy bejön ide, és annak ellenére, hogy ez egy haszonkert, mégis itt csak így bóklászni is nagyon-nagyon kellemes. Igen, egyébként akik ide jönnek látogatni, többen mondták, hogy ahhoz képest, hogy milyen pici, jóval nagyobbnak látszik. Igen, ez egy élménykert, tehát tényleg mindenhol van valami kis különlegesség, itt egy virág, ott egy zöldség. Vannak kudarcok. Ezeket el szoktam mondani, hogy mi az, amire oda kell figyelni, milyen betegségekre, milyen fontos dolgok vannak. Meg tényleg, én nekem az a tapasztalatom, hogy a hibákból lehet a legtöbbet. Így van, így van. Tehát az tényleg a kert így tanítja az embert, és ez a csodálatos, hogy mennyire megbocsájt, hogy minden évben tiszta lappal tudunk indulni, és a következő évben újra tudjuk próbálni. Ez egyik alapelvünkben is benne van, hogy figyelj a visszajelzésekre. Itt lehet, itt tényleg el lehet kolbászolni. Ha valaki szeretne egyébként eljönni hozzád, akkor az pedig megteheti, mert hogy erre van lehetőség. Milyen gyakran tartasz ilyen bejárásokat? Van egy honlapom, aminek az a címe, hogy gaiakertje.hu, ezt meg lehet találni az neten. Ott meg lehet találni a permakultúrás csoportomat is. Hírlevelem is van, fönn vagyok a MAPER térkép oldalán is. Na hát ez, én meg mindenkit arra buzdítanék, hogy jöjjön el, nézze meg, és tényleg tapasztalja meg itt élőben, mert így érdemes. Nyilván én is megpróbáltam minél többet átadni, de azért mégiscsak élőben kell ezt látni. Köszönjük szépen, ennyi fért ebbe a videóba. Ha tetszett, akkor legyetek szívesek nyomni egy lájkot, ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha érdemesnek találtátok a videót, akkor osszátok meg máshoz, és eljusson a permakultúra híre. És ne felejtsétek, a boldogság a kertben terem, különösen a permakultúrás. Sziasztok!